Növekedett az internetes csalások száma. Térségünkben számos esetben kellett nyomozást elindítani. A bűnelkövetők a rafinált módszereket alkalmaznak. Vargandrás András bűnmeglőzési főeladó tájékoztatóját láthatják. Sajnos visszatéren kell szótejteni a jelenleg nagy számban előforduló bűncsekmény fajtáról. Ez a, az internetes csalás, azon belül is öm, olyan módszerrel találkoztunk most, hogy elkövetők, Bank nevében hívják fel az ügyfeleket, banki alkalmazottnak adják ki magukat, teljesen hivatalosnak tűnő hangnemben arról tájékoztatják az ügyfelet, hogy a banknak az oldát, illetve az ő számláját valamilyen támadás érte, és ezért a pénzt arról a számláról egy másik biztonságos számlára kell áthelyezni. Ehhez kéri, hogy adja meg az ügyfél a banki azonosítóját, bankkártyalatait, kódokat. Esetleg még arra is rávesz, erre is volt példa, hogy egy távol elérés biztosító alkalmazást telepítsen a számítógépére vagy a telefonjára, és aztán ezen keresztül, illetve a banki azonosítók, illetve jelszavaknak az ismertében a számlájáról pénzt vesznek le, és hát ilyen módon megkárosítják, becsapják és Kár keletkezik, csalás követnek el a sérelmére. Tehát mindenkit arra kérünk, hogy ha ilyen telefonhívást kap, ilyen gyanús telefonhívást, amiben a bank arról tájékoztatja őt, hogy valami támadás érte, akkor ezt nem, ne fogadja el azonnal, hanem vegye fel a bankkal a kapcsolatot az, az ő általa ismert hivatalos, akár telefonszámom, ügyfélszolgálti telefonszámom és érdeklődjön a banknál, hogy valóban történt-e ilyen, vagy személyesen menjen be a bankba és érdeklődjön. Egyébként a bankok jellemzően tudnak már az ilyen elkövetési módszerekről, és ennek megfelelően próbálják ők is az ügyfeleket tájékoztatni, és akár arról is le, az, arra is van lehetőség, hogy zárolni ezt a bankszámlát, hogy bűnözők ne férjenek hozzá. Mindenkit erre kérünk, hogy, hogy ha ilyen hívást kap, akkor azt ne fogadja el, vegye fel a bankkal a kapcsolatot, és próbálja meg ezt, ezt elkerülni az internetes csalásoknak a másik fajtája, amiből sokszor volt már rá szó, volt róla szó korábban, de sajnos még mindig előfordul, hogy akár közösségi oldalakon lévő ilyen hirdetési felületeken, vagy ilyen honlapokon, ahol apró hirdetéseket lehet feladni, a becsületesen hirdető meg kereskedő emberek között csalók fordulhatnak elő, és nem létező termékeket, nem létező szolgáltatást, lehet ez akár tűzifa, gépek, telefon, bármilyen nem létező eszköz, ezeket árulják és jellemzően ragaszkodnak arra, hogy, ahhoz, hogy előre utalja el az ember a pénzt, és előre elutalja a pénzt, akár csak ha nem is a teljes összeget, de egy részét, és utána ez az ember nem küld semmilyen terméket, eltűnik, elérhetetlenné válik, telefon nem veszi fel, telefon már ki van kapcsolva, e-mailekre nem válaszol, üzenetekre nem válaszol, eltűnik, elérhetetlenné válik, és ilyen módon csalás követel. És jellemzően egy-egy elkövető nem egy ember csap be, hanem sok embert a kisebb összegekkel, és ilyen módon egy üzletszerű elkövetés történik. És tehát az, a, az a kérés ezzel kapcsolatban a, a vásárlók felé, hogy még mielőtt a pénzt elküldenék. Tehát először is törekedjenek arra, hogy ne küldjenek pénzt előre. Hát egy soha nem látott, soha nem kézben nem fogott termékért, egy, tehát hogy lehet pénzt küldeni úgy, hogy azt nem láttam, hogy a telefon mondjuk létezik-e, olyan műszaki állapotban van-e, olyan állapotú-e, működőképes-e és előre elküldenek pénzt, úgyhogy benne van sajnos az a kockázat, hogy az a termék nem fog megérkezni, és aztán csalás áldozatává válik az ember. Tehát az a kérés, hogy törekedjenek arra, hogy ne küldjenek előre pénzt, illetve nézzék meg azt, ha van rá lehetőség, hogy az a hirdető az egy megbízható hirdető -e. Ezt meg lehet nézni, vannak ezeknek a hirdetéseknek hát értékelései, lehet értékelni azt a bizonyos eladót, hogy korrekt módon kereskedik-e, és hogyha nem, ha mondjuk embereket becsapott már, akkor erről is lehet információt találni. A Jellemzően alakulnak ilyen csalás áldozatai csoportok, a, a, akár a Facebookon, akár más életési oldalakon, és ott aztán azért jönnek elő az információk, hogyha egy-egy kereskedő, egy-egy ilyen hirdetőről kiderül, hogy csaló, akkor gyűlik az információ. Tehát ezt, ezt előre is meg lehet nézni, le lehet ezt ellenőrizni, és csak akkor álljunk szóba az a, a hirdetővel, hogyha minél jobban meggyőzöttünk arról, hogy tényleg egy korrekt, becsületes kereskedő, és, és, és nem csaló.